megjött a haire. Jáz. Na, sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Nagyon sok szeretettel megjött a másik, amit rendeltem. Haire, jáz. Haire, jáz. És... és kiszállítás meghatározott napon. Kiszállítás meghatározott napon, iskola utcán. Haire, jáz. Nézzük meg. Gyereket kukkantjunk bele. Haire, jáz. Barzsam, hajjász, barzsam. Ez meg sampon. És... Szesz. És ha már... Ezt nem látom ma. Ezt nem tudom, hogy mi ez, várj, mindjárt nézzük innen. Hajjász pakolás. Hajjász! Hajjász pakolás! Ezt rendeltem meg, és mutatom nektek egyetleneim, picikéim. Bevadultam! Na, angyalkáim! Megjött a másik, amit rendeltem. Idáig kettő dolgot rendeltem. Vagy hogy? Ez a haire játszpakolás. Kicsikéim! Internetről. Intenzív táplálása hajjász pakolással. Használta a pakolás tisztítás és vízes hajra. Vigye fel, oszlassa el egyenletesen a hajszálak közös közepétől hajvégekig. Pakolást hagyja hatni 3-5 percig, majd öblítse le. Meleg vízre ne alkalmazza. Pakolást közvetlenül fejbőrbe, összetevők alább gyártó, igen.
Gyerekek, hogy ezt hányszor meg akartam rendeni, ha hívjászt, ne tudjátok meg. Meg van az a labbatter. Hát, hogy miért nem tudtam megrendelni? Miért nem bírom már e-mailt kinek, amit nem tudok hirtelen e-mailt? Ez hihetetlen. Hajjász használta, hajjász sampon, használta után szárítsa meg a haját egy törükörő segítségével, permeteze a szert közvetlenül a fejbőrre, és finoman masszírozza egy-két percig, ne öblítse le, alkalmazza a hajjász folyadékot két-három naponta össze. Két-három naponta kell használni ez a fejbőrre. Bum 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 medú. Na gyerekek! Kis csillagaim! Várjunk sem kamma plémet. Két-három naponta kell ezt a sampont használni. Ez meg spray. Hajpakolása, ez meg barzsam. És gyerekek, ezzel a papírral kaptam meg, gyerekek. És ilyen dolgok. És még hajgumit is kaptam. Isten, mit vártam én ezt a sampont? Gyerekek! Szia, Marci! Szia, itt vagyok, életeim! És még ezt is kaptam hozzá. Gumit. Hát de még az, mikor lesz, mikor majd ha csak föl nem tetetem a hajamat. Ha eredetít.
Nos, gyerekek. Angyalkáim. Erről nem is beszélnék, hogy mennyibe került. Nem volt olcsó. Hát ez jó van, megmondom, ez így összvisz. 31.500. 31.570 forint. Ez így 31.500. Most hozta a putár, mert ugye változó, hogy miként hozza. Fejbőrömnek, drágáim, hogy megnőne a hajam. És azért a pótolyat majd föl fogom tetetni. És arról van szó, gyerekek, hogy páromtól kaptam 20.000 forintot. És na várjuk, angyalkáim. Ugye kaptam hova is tettem. Így életeim. Ma meg szépen takarítok. Húpen drágám, takarítok, éppen hívásom volt a messenger hívás, de nem érdekel most. Drágáim, mondjatok valamit. Szia Marikám, szia Mária, Krisztina Györke. Sziasztok. 16-an néztek, valamit mondjatok nekem. Kicsikém, hogy végre megbírtam ezt a hajjászt jelendőlni, de ez rengeteg ideig elég lesz, úgyhogy elég lesz. És remélem, hogy szuper lesz, drágáim. Tegnap is jött ilyen ampulla, ugye muszáj volt megrendelni, elraktam pénzt, gyűjtögettem pénzt. Ugye itt ebbe a kis majomkába, hogy mutassam nektek. Ebbe a kis bagolyba gyűjtögettem, és így tudtam megrendelni magamnak. Máskülönben így nem lett volna például ilyen, hát a párom kipótolta a pénzt, mert nem tudtam annyit rendelni. De gyűjtögettem ilyen 20-100 forintonként, 500 forintonként, gyűjtögettem a pénzt, és akkor így megvettem a dolgot, ami kellett, szükségem volt rá. Senki nem ér semmit. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, vagyunk főleg embereket. Sziasztok!
Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, úgy megrendeltem a hajírjáz sampont, a hajnövesztő sampont. Nagyon klassz, és valamit kommenteljetek, hogy mit gondoltok erről. Kinek volt ilyenje, és hogy mi a véleményetek a hajírjázról. És várjatok, pillanat gyerekek, jól van. Húsleves csinálok már poznanita. Szia Edmond. Köszönöm, pedig nemrég keltem föl. Nemrég keltem föl, kicsikém, egy 10 perce, 15 perce. Figyelj, drága sarkadi, mindenhez két ember kell, tudod. Minden sarkadi két ember kell, tudod. És én nem tudok ezzel mit kezdeni, én nem fogok nekiállni cigánykodni, hogy elkezdek én itt veszekedni, meg ilyenek, nem érdekel engem. Tehát nem érdekel. Hál' Istennek, én boldog vagyok egy kicsit, mert megrendelhettem azt, amit én világért, már most már egy hónap, egy éve, körülbelül majdnem egy éve már meg akartam ezt a sampont rendelni. És... Így. Ezt már egy idők után meg akartam, Laci, és te egy dolog. Igen, sarkadi, így van. Köszönöm, jelöl visszélünk. Jó, Angela, visszélőlek. Laci azt mondta, a postára megy, azért ment, fel tudjon hívni engem. Viki Budai, figyelj rám! Akkor se kapó faszt a picsádba, hogy aranybubón a szád. Szia! Anett Petrik, jó. Úgyhogy gyerekek, én úgy örülök, hogy megrendeltem. Ide itt valaki, lement a párom kifizetni a számlát. És azt mondta ez a valami Anett, hogy azért ment le, hogy őt fölhívja. Aha. Vivike Budai, nem érdekelsz. Nem olvasom be, Vivike Budai, mert egy szánalmas ember vagy. Egy semmit nem érő ember vagy, Vivike Budai. Hát a Kölle uram, vidd el. Vidd el, ha Kölle uram, Vivien Budai. Ő ment a számlát befizetni, a villant, vizet, rezsit.
Elküldtem fizesse be. Kész, ennyi. Ez a mi dolgunk. Főzünk, mosunk, takarítunk, befizetünk. Ő a postán ment be. Vivike budai, aranyból a szádból, én nem tónálok meg. Nem tónálok meg. Ami így úszigató vagy. Mert úszigató vagy. Hogy lehet már ilyen, hogy én azt mondom valakinek, hogy én megbasznám a feleséget, vagy megcsinálnám a uradat? Szégyeld magadat, Anett budai! Kalusza Norbertné, köszönöm Vivien! Így van, Kraják Péter, így van. Most is mente számlát befizetni. Villany, víz, rezsi, telefonszámla, internet, ennyi. Igen, nagyon jó termék. Ablakot most csináltassuk meg. Ablakot. Úgyhogy, drágáim, ennyi. Ennyi, kicsikéim. Igen, tudom. Tudom, most is adott nekem 20.000 forintot. A saját pénzéből, persze. Az enyémé csak hónap jön meg. Anita Mészáros, köszi! Angellatót, köszönöm! Angellatót! Ennyi! Anett Bálint, ennyi! Tizenöt éve lassan, hogy együtt vagyunk, úgyhogy ennyi. Úgyhogy eszek, gyerekek. Hellótok. Úgyhogy, drágáim, kicsikét eszek. Melegítek egy kis kaját. Bocsánat, gyerekek. Basszus, nem szóltam neki, hogy kenyeret hozzon.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Éppen kaját csinálok. Na életem, sziasztok! Kicsit kijövök ide az udvarra. Sziasztok! Még nem tettél fel képet a tűpontban. Ételekről majd fényképet lehagyom. Jó Mária Krisztina! Jó, itt vagyok, angyalkáim. Halottak napjákor itt égettem anyukámra a gyertyát, mert nem tudtam kimenni. Igen. Anyukámra itt égettem gyertyát. Igen, egyedül vagyunk. Ez nem passzúj tészta. Kész angyalkáim. Pici bogarkáim kész. Angyalkáim, igen, és akkor szedek kaját.
pillanatban gyakáim. Kész is vagyok. Így életeim. Jó étvágyat mindenkinek. A lecsós tészta az a tegnap esti lángolt kovászos lecsós tésztához. Jó étvágyat mindenkinek. Köszönöm. Postán van, drágám. Feladni a csekkeket. Jön és akkor eszik ő, csak én beszedtem a gyógyszert. A cukor, meg a vénnyomás csökkentőt, meg a vízhajtót, meg a izomlazítót, és akkor ennem kell. Szuperul nézek ki! Igen, már elmúlt. Úgyhogy még... megkérdezem Patikába, mi kéne még rá? Igen, igen, Enikő. Nekem ingadozó. Minden. A cukrom, a vérnyomásom ingadozó. Ingadozó, ami nagyon rossz. Alig lehet beállítani. Igen, értem. Igen. Nincsen, drágám. A szomszédé ugat. Nincsen. Sajnos nincs. A szomszédé ugat itten, drágám. A túlodat a rohadéké. Aki miatt a lindámat elütő el lett ütve. Igen, volt. De már nincs. Nem kaptam vissza. Nem baj. Már egy napig fáj szívük értem, de nem tudok mit tenni. Nem tudom, hogy hová vitték. Pozna Anita. Esküszöm, nem tudom, nézzétek meg, ha tudok. Várjatok. Na, Cilukám, mi van, édes?
Na, drága Cilum, ez mindig ide szegődik. Úgyhogy kutyám nincsen. Nincs kutyám. Anyukámra, amit mondtam, itt égettem a gyertyát. Nincsen kutyám, gyerekek. A szomszédé ugat. Lacika megjött. Megjött a Lacika. Feladta a számlát. Feladtad, Lacika, a számlát? Fel. Jó. Feladta a számlát. Itt a Lacika, ne sírjatok, itt van. Mi baj van? Nyugi, itt van. Na, mi van? Minden szuper, ma nagyon sok jót írnak. Na, mit írt? Ézé. Na, mi jött? Ő még semmi, hát elők a hajjázok, a sampon, a szeszt, a hajpakoló, zseli, meg ilyen. Maradj itt. Megkecsed. Ja, oda menj ki. Jó, manna. Majd... Különvirág krémet kent, az nagyon jó. Biztos? Drágám, mert egy picikét néha viszked. Jó, az van nekem ittunk körömvirág. Jó. De mondom már, nagyon szép. De nem bakarom. Enyhén viszked, mert nagyon száraz. Hová szerelem? Nem ét vissza a lány. A póthaját meg majd föltetetem délután vagy hónap. Mit szeretném ma még végezni? Mert krúcsém dolgom, mert húslevest, akkor nagy lábot húslevest. Disznóru. Szia, drága, jó étvágyat. Köszönöm. Drágáim, a Lacikával csinálom a dolgomat. Ettem, adok neki enni, és akkor majd találkozunk, jó? Adok neki is lecsós tésztát. Szia, köröm virágkrémet. Nagyon jó gyulladás. Csökkentő. Jó. Nem tudom, hogy beli van gyulladdal, csak annyit tudok, hogy elmúgy, de egy arányosan nagyon-nagyon picit izére semmi. Ez már várható, hogy gyere még lépbe majd. Szerintem majd jött ezzel. Ma jó jött ezzel. Szia, Irene. Irenke, Mia jött ezzel. Várunk, jó? Jó pozna! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, legyen szép napotok! Remélem, ma nekem is szép napom lesz. Sétálok egy kicsikét. Sziasztok! Puszilok benneteket! Hova sietsz? Drágám, itthon van a férjem, foglalkodnom kell vele. Hova sietsz? Várj, Ildikó Rebeka! Ildikó Rebeka! Drágám! Életem! Nem tudom, hogy tétel Facebookonat fölítőtték, vagy nem. Irdalmatlanul csúnyát írtál nekem, Ildikó Rebeka. Nem tölték fel a Facebookonat, Ildikó Rebeka? Na mindegy, Ildikó, szia drágám, sziasztok! Puszilok benneteket!